A demokrata párt megalakulásának, illetve munkájának megújítása kapcsán országszerte találkozókat, gyűléseket tartanak a párt tagjai és szimpatizánsai. Bajan Pajtics pártelnök Szabadkán a Szabad Egyetemen megtartott lakossági fórummal egybekötött találkozón élesen kritizálta a jelenlegi köztársasági hatalmat. Ova vlast nažalost je nesposobna i da privuče ono što je poklon međunarodne zajednice, iako je gospodin Vučić obećavao 200 miliona evra kredita za naše poljoprivrednike iz Arapskih Emirata, nije se nikada dogodilo ništa slično, a istovremeno republička vlada je propustila da povuče ona sredstva koja je Evropska unija namenila za subvencije u poljoprivredi u Srbiji. Negde između 53 i 56 miliona evra u programima Evropske unije namenjeno je za subvencije poljoprivrednicima. Pajtić beszélt az által alapított árnyék kormány ellenőrző és kreatív szerepéről is. Kontrolna funkcija odnosi se na kritiku onoga što čini nesposobna republička vlast u ovoj zemlji, a kreativna funkcija odnosi se na predlaganje zakonskih rešenja, na rešavanje problema sa kojima se suočavamo. Problemi su raznovrsni, kako u oblasti privrede, tako u oblasti socijalne politike, kulture, obrazovanja, zdravstva i sa tim problemima moramo da se suočavamo iz nedelje u nedelju. Az előző évekkel ellentétben nem a Szabadkai Szabad Egyetem amfiteátrumában gyűltek össze az érdeklődők, erre elég volt egy kisebb tárgyalóterem is. A megfogyatkozott tagság Bojan Pajtićot nem nyugtalanítja. A párton belüli változások után elmondása szerint ismét sokan szeretnének belépni a DP-be.